Hi, Patrick here, co-owner of the Caledonia, along with Susanna. And we're just putting together a small video about our customers' reactions and our neighbours' reactions and other bars' reactions to the Sixth District's ruling that bars and restaurants should shut at 10 o'clock. So we're just gathering some opinions and some views, and thanks to everybody for taking part. Hope you enjoy the video. Nagyon sok céget veszélyeztetnek ezzel. Nagyon sok ember fogja emiatt elveszíteni a munkáját, hogyha ez valóban életbeli. És azt gondolom, hogy még hogyha lenne olyan cég, aki ettől függetlenül életben marad, az ott dolgozók emiatt lényegesen kevesebbet tudnak keresni. Magyarul mi a célunk? Igazából ezen kellene elgondolkodni. Megtartsuk egy Budapestet, a Budapest szívét egy ugyanolyan szórakozó résznek, mint ami eddig volt, sőt ezt inkább továbbfejleszteni. Vagy próbáljunk egy tanyát csinálni Budapestből, ahol abszolút semmi zajongás, semmi éjszakai élet nincs, semmi bulizás nincs. Azért jöjjenek ide külföldről az emberek, mert itt nincs hova menni bulizni 10 óra után. Tehát ez legyen a Budapest. Szerintem nem. Szervusztok, Gulyás Attila vagyok. Most szembesültem először azzal az igen-igen elmés rendelettel, hogy 10 órakor kulcsra kell zárni ezt az ajtót. És meg kell mondjam őszintén, hogy nem gazdasági szempontból, hanem mint vendég nagyon-nagyon megértekező ezzel az intézkedéssel egyet. Ugyanis oly ritka manapság az alkalom, amikor az ember sok barátjával össze tud ülni, ilyenkor ugye elkezdődnek a sztorik, finom élek mellett, őként. Hogyha ezt abba kell hagynunk 9:30-kor, amikor a másnapi munka előtt talán szeretnénk jókat beszélgetni, akkor nem érezzük túl jól magunkat. Vissza fogunk jönni, mert szeretjük a helyet, de sajnos ez kicsit rányomja a bélyegét az esetben. Farkas Zoltán vagyok, itt dolgozom. Rendeletről van egy vélemény, nem fogom teljes mértékben elmondani, mert 18-an a nők is láthatják. Nem tudom, hogy miért jó az a kerületnek, hogy az összes vendéglátó egységet bezáratják. Miért jó az, hogyha a turisták a szomszéd kerületben is hagyják ott a jó kis magyar forintot meg az eurót. Nem tudom, hogy miért lesz jó az, hogy az éjszakai szórakozóik bezárnak, ahol legalább előtte kiindul a biztonságőr és rendet tart az utcába. Nem tudom, hogy ez miért jó, hogy ettől nagyobb csend lesz. Érdekes kérdés. De az idő eldönti. Nem alapoknak lesz igazi. Nagyon háló bácsok Budapestről, és kellene, hogyha bezárna, mert akkor nem mindenki tudna fellépni. Sziasztok. Hát véleményem szerint, hogyha 10 körig bezárják a szórakozóhelyeket, akkor rengeteg ember munka nélkül marad, mert a szórakozóhelyeknek a többsége az este 8-9 körül indul be, és 11 évre körül van még a nagyobb forgalomnak, a Caledoniában. A Roktagonban még este 11 és éjfél között indul be a buli. Magyarul nekünk a forgalmunk az hajnali estől válik nagyjából. A belvárosba bejárni szórakozni. És az a baj, hogy elveszik az emberektől ezt a lehetőséget. Talán a polgármester kitalált egy ilyet, a lakókat biztos, hogy zavarja, de hogyha a közbiztonság erélyesebb lenne, akkor nem lenne ilyen probléma. Nem a szórakozóhelyekkel van a baj, hanem a közbiztonsággal. Ez a véleményem az egészről. My name is Andy, I'm from London, I'm a regular at Caledonia. It reminds me a lot of home. It's nice to have British products on sale, but it's still very Hungarian. I really like the place, and it would be a great shame if they weren't allowed to continue serving their customers beyond 10 o'clock. I think we're all good people. Responsible customers, we don't create noise for the local residents, and the people that make the decisions about the opening hours ought to look at places like Caledonia and think again, 10 o'clock is not good enough. My name is Onkur Öztürk and I'm from Turkey, and Caledonia is like a home for us. Come and watch your football on Tuesdays and Wednesdays and on the weekend also. And closing at 10, that's not the quiet time to close because the football games are up till like 11-12, so that's another part. And there's another reason why we shouldn't be this rule procedure, because we always have social get-togetherings and, you know,
Well, it's always up till 12 at midnight, so it's not really a good rule to put it on there. Hi, I'm Keane. I'm studying veterinary out here in Budapest. I come to Caledonia a lot with friends, and it's a great place to socialise. The fact that it's closing at 10 o'clock now due to these new rules is absolutely absurd, as most students don't get a chance to finish up their studies and come for a drink until after 9. So the fact that you're closing pubs, restaurants at that time is completely impractical and 100% ridiculous. Hi, I'm Courtney. I work out here in Hungary, Budapest, obviously. My biggest problem with it is this doesn't really impact just the bars, the residents. The other problem with it, what this really impacts is the whole economy of the 6th district. You're talking about taxis, you're talking about the 24-hour store, everything that makes this whole district thrive. I mean, I live here and it's the best one to live in, and they're just destroying it for what cause? The mayor wants to be reelected. But, I mean, the Caledonia is one of the greatest places to hang out, watch a game, and as Champions League prepares to come back up, I mean, games don't even start out here until 8:45. You're not going to be able to watch the entire thing. Yeah, so it's just, I don't understand how you think it's a smart move to do this, or what it's going to fix or repair, because to me, all it's going to do is just further destroy the economy. My name's Paul. Been coming to Caledonia for 3 years, superb pub. Not too happy about Cali closing at 10 o'clock because I used to come down and watch Arsenal. Most Arsenal games are over by halftime anyway, so it wouldn't be a massive problem, but would like to see the whole game. Keep open. Kusztánkinga vagyok, és ezzel egyetemista vagyok, és egyáltalán nem értek egyet, hogy este 10-kor bezárnak ezek a szórakozó helyek, mivel pont, hogy az egyetemisták elől veszik el az életet, és nem az ilyen fiatalabb középiskolai ifjúságtól, úgyhogy abszolút nem értek egyet, és remélem, hogy eltörlik, hogy ezek mellett állok. És szerintem sokkal jobb megoldás az, hogyha nyitva vannak a kocsmák, meg egyéb szórakozó helyek, mint hogy megveszem boltban, és ugyanúgy tudok hinni, meg ugyanúgy tudok, és talán még hangosabban, és talán még rendszertelenebb és rendetlenebb, és nagyobb a vandálkodás, mint hogyha nyitva vannak a szórakozó helyek. Vagyok, és az a véleményem, hogy ez egy végtelenül ostoba és átgondolatlan döntés lenne, vagy lesz, mert tényleg, hogyha azt nézzük, hogy lakik itt egy pár nyugdíjas, akit ez zavar, az nem egyenes arányú azzal, hogy mondjuk van itt nagyon sok fiatal és turista, aki viszont szeretné magát jól érezni, és ez a belváros, attól belváros, itt szórakozó helyek vannak, bárok, éttermek, kocsmák, és zajlik az élet, és nem azon, hogy este 10-től sérítsen tomó. Imádom ezt az országot, imádom. Imádom. Azért szeretem, hogy így békében élünk. Ne zárjon be a Scottish-Pasztok. Olyan jó emberek vannak, mindig tudok foci mérkőzéseket, mindig tudom. Látom azt, hogy innen idegenforgalma van. Nagyon jó haja van. Ez borzasztó. Jó, elég, köszönjük. Ne zárják. Na, our view on this is that it really doesn't make a lot of sense. We know that the bars and the restaurants need to work more closely together to reduce noise and other disturbances for neighbours, so we're not against that. But from a business point of view, in terms of the revenues that bars and restaurants in this district generate, and also for the tourists that come to this city who also spend a lot of money, it really doesn't make economic sense for Budapest as a big city, and a great city, to be closing bars and restaurants at 10 o'clock in the main district. So we're hoping that the council will reconsider, and that the bars and restaurants will work together to make improvements where we do need to make improvements. Ozósa vagyok, a Caledonia Sport Pub ügyvezetője és társtulajdonosa. Köszönöm mindenkinek, aki megszólalt, és hát ha bárkinek bármi más javaslata, kérdése, ötlete van, vagy hozzászólása, szívesen várjuk az infokukac.caledonia.hu címen, e-mailben, vagy akár személyesen is. Nagyon remélem, hogy ennek a történetnek jó vége lesz, és születik majd megállapodás az önkormányzat, a vendéglátóhelyek, illetve a kerületben élők között.